A pilóta képzés egyik fontos bázisa, és a sport, valamint hobbi repülésben is kimondottan népszerűnek számít a nyíregyházi repülőtér. Bár itt még csak üzleti célból érkező vendégek landolhatnak, szeretnének komolyabb szerepet szánni a reptérnek. Ebben segít az a 2017-ben indult nemzetközi együttműködés, amely a Kárpátok régiójának 4 országát, Magyarországot, Szlovákiát, Romániát és Ukrajnát vonja be. A felek azok nagyon aktívak ebben a munkában, és úgy gondoljuk, hogy a nehézségek ellenére is meg lehet ezt oldani. Tulajdonképpen a kis határ mellett, tehát mi Szabolcs-Szatmár-Berek megye 3 országgal határos, és ahhoz, hogy az említett infrastruktúrán kívül a kis repülőgép forgalom is, akár a személyszállítás, akár a partner kapcsolatok, vagy mindkettő, ne adj Isten, idegenforgalom tekintetében is új erőt kapjon. A projekt célja, hogy a magánszemélyek országok közötti utazását és a nemzetközi áruforgalmat is gyorsabbá és hatékonyabbá tegyék. Ennek jelentőségét szemléltette Mihály Petrescu, a Szatmár-Németi Nemzetközi Repülőtér igazgatója. Korábban akár 300-400-szor is járhattam Nyíregyházán, azonban soha nem jutott eszembe az, hogy repülővel jöjjek, és most pedig ma pedig repülővel érkeztem, és ugyanez igaz többi városra, tehát Szatmár-Németibe elrepülhetek Ungvárra, illetve Kassára is. Ukrajna is szeretné fejleszteni a repülési közlekedés feltételeit. Ennek érdekében több alkalommal vettek már részt szakmai látogatáson Nyíregyházán. Ukrajnában a kistérségi repülés kérdésköre még nem olyan fejlett, mint a többi országban, Magyarországon, Szlovákiában, illetve akár Romániában. Hogy mondjam el, hogy a hétvégén Szvidnyikben, Szlovákiában vettünk részt egy rendezvényen, ahol nagyon sok fiatal pilóta bevonásával és nagyon sok szakember, fiatal szakember, sok légi szakember bevonásával volt egy ilyen bemutató, és ez egy igazán jó példa arra, hogy hogy lehetne a kistérségi repülés kultúráját folytatni. Ez egy jó példa az önkormányzatoknak, jó példa a településeknek. A szakemberek a tárgyaláson egyetértettek abban, a hatékony rendszer kiépítéséhez a legsürgetőbb lépés, hogy fejleszik a határmenti repülőterek infrastruktúráját.